megállapítom, hogy mindegyik bizottság határozatképes, a hitelesítők itt vannak. Válasszunk először levezető elnököt, aki személyemet el tudja fogadni, szavazzon róla. Először az ügyrendi bizottságot kérem, szavazzon. Kézzel, bocsánat, nem mondtam. Három igen, városfejlesztési bizottság. Köszönöm, négy igen, pénzügyi bizottság. Öt igen, köszönöm szépen. Egy napirendi pontunk van, ennek tárgyalásának elfogadását javaslom. Ügyrendi bizottságot kérem, hogy szavazzon. Kézzel igen. Öt igen, köszönöm. Városfejlesztési bizottság. Kettő igen. Akkor ő nem fogadta el? Ellene. Köszönöm. Tartózkodás. Erdeményi képviselő úr szavazott? Bocsánat. A napirendi pont tárgyalásáról városfejlesztésben. Melyiknél? Igen. Köszönöm. Három igen, egy nem, tartózkodás nélkül elfogadta a városfejlesztési is. Pénzügyi bizottság szavazzon. Öt igennel. Köszönöm szépen. Egy napirendi pontunk van. A Kiskunmajsai Futballklub TAO támogatási kérelme. Ezt az előterjesztést, ezt a témát tárgyalta már a bizottság is, illetve testület is a múlt heti rendesülésen. Azóta változás következett benne be, reméljük, hogy lesz elfogadható verzió minden képviselő számára. Megjegyezném, hogy az előterjesztő újra polgármester úr ezt szerencsés lett volna megváltoztatni. Mindemellett akkor megkérem polgármester urat, hogy ismertesse röviden az előterjesztést. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Üdvözlök mindenkit! Tehát az előterjesztés lényege, hogy a Kiskunmajsai Futballklub ismételten TAO támogatás keretében pályázatot kíván benyújtani. A pályázatnak két fő témája van, amelyhez az önkormányzat hozzájárulása szükséges. A Kiskunmajs a város tulajdonát képező 971/2 helyrei számon egy zöld energetikai rekonstrukciót terveznének, melynek az egyik fő eleme egy termálkútnak a fúrása. Tehát ez lenne egy energetikai része, és ezen felül lenne az idejében elkészült műfüves pályához egy fémszerkezetű 150 fő részére egy lelátónak a megépítése. Az önkormányzatnak kell a hozzájárulása, hogy a tulajdonán ezeket a projekteket megépíthesse. Ezen felül az építési osztálytól kell, hogy nem építési engedély kötelesek ezek a beruházások. Az előterjesztés arról szól, hogy tehát egy hozzájárulást kellene adni. Másrészt egy háromoldali szerződésben, melyben a tulajdonos, a üzemeltető és a futballklub között egy használati szerződés, egy hosszú távú használati szerződés, mely 15 évre szól. Az előterjesztésnek mellékletét képezi ez a két megállapodás, tehát az előbb említett 15 éves megállapodás, és egy másik megállapodás, mely a termálkútnak a megvalósulása után szabályozná, hogy ki melyik szereplő hogyan hasznosíthatja a termál energiát. Köszönöm, röviden ennyi. Köszönöm szépen, kérdezem a bizottság tagjait, hogy van-e kérdésük, észrevételük az előterjesztéssel kapcsolatban. Faudi Tamás képviselő úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kérdésem lenne, miért ilyen módon változtatta meg a futballklubba a kérelmét? A futballklub
tapasztalta, hogy a város önkormányzata mennyire civil és vállalkozó barát, és ezért minimalizálta azokat a kéréseket, amelyeket az elmúlt ülésre is megfogalmazott. Egyrészt egyfajta fontossági sorrend, és másrészt az, hogy olyan beruházásokat indítson el, mehez nem kell az önkormányzatnak anyagi hozzájárulása. Köszönöm. Nyerges Benyamin képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Nem tudom, hogy jól értelmezem-e, de ez is kiérthető a döntési javaslat második pontjából véleményem szerint, hogy akkor az eddigi határozatlan idejű szerződést most 15 évesre módosítjuk? Olvassuk el pontosan. Kiskunmajsa város önkormányzatának képviselőtestülete, mint a 971/2 helyrajzi számú ingatlan tulajdonosa, ezen ingatlan használatára vonatkozóan szerződést, megállapodást köt 15 évre az üzemeltetési feladatokat ellátó Furafol Kft-vel, illetve a Kiskunmajsai futballklubbal a pályázat nyertessége esetén. Tehát csak erre a részre? Vagy hát itt az van, hogy a 971 helyrajzi számú ingatlan üzemeltetési feladataira. Mert akkor, tehát ki mit ért benne? Tehát a sportpálya használatára kap lehetőséget a futballklub. Az öltöző, a kis csarnok és a pályák. Tehát amiket eddig is használt. Ez szerintem ugye abban a három oldalúban le van írva. Tehát a tulajdonos és az üzemeltető hozzájárul ahhoz, hogy 15 évig a futballklub használhassa a pályát. Tehát ez a támogatónak egyfajta garancia, hogy 15 évig biztos ott lehet a futballklub. Köszönjük. Nyerges Benyamin képviselő úr, a szó. Akkor lehet, hogy célszerű belevenni azt a mondatrészt, hogy ez nem érinti a két fél közötti alapszerződést. Hát a Furafol és az önkormányzat közötti. Az alapszerződést, ami ugye létrejött 2009-ben és határozatlan időre. Ezt javaslom bele tenni még. Köszönöm. Faldi Tamás képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. 11-es pontra itt a válasz. Kiskunmajsa Futballklub nyertes pályázat esetén az MLS támogatásáról szóló határozatának meghozatala napján lép hatályba, és ezt követően határozatlan időtartamra szól. Benne van 11-es pontban. A kérdésem az lenne, miután kinyomom a telefonomat először is, elnézést. Jelen pillanatban a rekreációs központban van-e fűtés? Tehát a rekreációs központban most nincs fűtés. Csak azért tettem fel a kérdést, és nagyon sérelmezem, szeretném ezt az jegyzőkönyvben mondani, hogy nagyon sérelmezem, hogy újra nincs itt a futballklubnak a képviselője az ő előterjesztésében, az ő kéremében. Pont ő neki nem tudok kérdéseket föltenni, pedig szerettem volna föltenni a kérdést a futballklubnak, hogy ha már bead egy kérelmet egy előzőt, ebben leírja, hogy sportpálya, meg kis csarnok, fölújítás, meg napelem, meg sok minden más. Most miért csak a fűtést, és azt, hogy a rekreációs központban a Furafolnak legyen meleg vize. Tehát én önkormányzati képviselőként nekem elsősorban az önkormányzat érdekeit kell képviselnem, és az önkormányzat érdeke elsősorban én nekem az, hogyha már van pályázati lehetőség, már pedig van, sőt, úgy gondolom, hogy lehet, hogy még jobban is támogatnák, amit a futballklub valóban használ, a kis sportcsarnok, annak a teljes felújítása, és annak a tetejére feltenni a napelemeket, amivel nyilván nagyon komoly energiát lehet spórolni, sőt, a feleslegeset pedig értékesíteni. Tehát a magam részéről, mint önkormányzati képviselőnek, ez az első.
Igaz, hogy borzasztó vállalkozóbarát vagyok, igaz, hogy segítem a vállalkozásokat, de ha van egy pályázati lehetőség, amit erre is föl tudok használni, és arra is föl tudok használni, akkor nekem első az önkormányzat. Az önkormányzat jelen pillanatban a kis sportcsarnok teljes felújításának kell, hogy az első legyen. Tehát megint csak van egy módosító indítványom, hogy a sportcsarnok teljes felújítása és a napelem kerüljön bele ez a pályázatba. Ez a tiszteletteljes kérésünk a futball felé részemről. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hagyj kérdezem meg képviselő urat, hogy ki részéről ez a kérés, hogy több eszemben fogalmazott képviselő úré, és parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem, én egyes számású személy beszéltem, hogy számomra, mint önkormányzat... Bocsánat, több eszembe értettem. Elnézést, ha úgy mondtam, akkor elnézést kérek. Én nyilván, mint önkormányzat képviselő, én csak saját magamnak egyes számású személy beszélek, mint önkormányzat Köszönöm. Képviselő. Ugyanis egy mondat még, ha már itt van a szó, hogy én az önkormányzatra tettem esküt, nem a Fudafol Kft-re. Nagyon fontos az is, második körbe. Első körben az önkormányzatnak is. Ennél fontosabb érdek egy ilyen pályázatban nincs, mint a saját sportcsarnokunk teljes felújítása, napelemmel történő ellátás. Köszönöm. Combos Csaba képviselő, kérdezem, kívánna hozzá szólni? Nem. Polgármester úr. Csak azt szeretném mondani, hogy tehát itt per pillanat ebben a pályázatban a futballklub a pályázó, az önkormányzat az csak haszonélvezője ennek a történeteknek. Az önkormányzatnak nem kell egy fillér önerőt sem hozzátenni, tehát minden jellegű beruházás, ami az elmúlt években is ez is megvalósult, az a futballklubnak köszönhető. Jövőre majd sorba jön az is, és addigra majd kiderül, hogy kell-e hozzá, vagy mennyi önerőt kell hozzátenni, de a támogathatóságnak a biztonsága szempontjából is jobb, hogyha egy kisebb lépték van betéve. Elvileg még 3-4-5 évig menni fog a TAO pályázat, majd a következő években a kis csarnoknak a hőszigetelését is be lehet tenni. Köszönöm. A magam részéről én is támogatni tudom a napkollektor rendszert, a szendvicspaneles szigetelést, és támogattam csütörtökön is. Tehát, hogyha ez a kompromisszum iránya, akkor menjen az is. Annyiból elfogadhatónak tartom ezt a verziót is, hogy így viszont önerőt nem kell az önkormányzatnak biztosítani, és az a 12 millió forint az idei költéseinkben nagyon jól fog jönni. Tehát ebben a formában a beruházásokat én támogatni tudom a magam részéről. Pap Mihály képviselő úr, szó. Köszönöm szépen. Én is átolvastam ezt a három oldalú szerződést, és szintén támogatom azt a javaslatot, hogy a hőszigetelés az legyen megoldva, meg a tető szerkezet a kis csarnoknak, mert ugyanis az önkormányzatnak a tulajdona ez, tehát ezt kell tulajdonképpen a képviselőknek preferálni, nyilván, mert erre tettünk ugye esküt. A háromoldalú szerződésben a hetes pontban szerepel egy ilyen mondat, hogy a termálkút vízhozamának 30%-ára a Fudafol-Hungary Kft. Térintésmentesen jogosult a fenntartási időszak alatt, tehát ez a 15 év alatt, és azt követően is, amíg a kút működik, amelyet a 6 hektáros sporttelep területén található sportlétesítmények felett, sportlétesítmények, zárójelbe fedett teniszpálya rekreációs központ több célú fűtésére használ. Tehát én úgy gondolom, hogy ha ez a háromoldalú szerződés ez 15 évre szól, tehát 15 év múlva az önkormányzat megkapja 100%-os tulajdonba a termálkutat, akkor itt nem hiszem, hogy ki kellene ezt kötni, hogy még utána is. A 15 év után az akkori önkormányzattal nyilván lenne egy újabb szerződés a további üzemeltetésre,
meg megosztása vonatkozóan. A 15 év alatt a termálkút termel annyi hasznot, mint a Furafol Kft.-nek, mint az önkormányzatnak, ami úgy gondolom, hogy megtérül. Tehát a mostani befektetés, ez a 15 év alatt biztos vagyok benne, hogy megtérül. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy ezt úgy kellene valahogy megfogalmazni, hogy 15 év után új szerződés köttessen az akkori önkormányzat és a Furafol között. A másik dolog szintén a hetes pontban van. A Furafol Hungary Kft. Területén kívülre csak az önkormányzat egyeztetésével adhat vizet. Tehát véleményem szerint ilyen meg se szabadna, hogy forduljon a fejünkben, hogy a 6 hektáros területen kívülre, mert ez a szerződés ez erre szól, a területre, a rajta lévő ingatlanokra. És itt is kellene egy olyan módosító javaslatom van, hogy ez a mondat helyett, hogy területén kívülre, azt kellene bevenni, hogy további jogi vagy magánszemély részére nem értékesíthető. Tehát ezzel kizárva azt, hogy ez tulajdonképpen egy üzleti jellegű beruházásként szerepeljen, mert most jelen pillanatban az önkormányzatnak gondolom, hogy nem ez a szándéka, hanem az, hogy biztonságosan fűthető legyen a területen lévő összes ingatlanna. Tehát én nekem ez a két javaslatom, illetve ugye csatlakoznék, hogy a szigetelés és a tetőszerkezet legyen elsősorban megoldva. Köszönöm. Köszönöm szépen, polgármester úr, jelszó. Köszönöm szépen, a hátulról kezdve. Igen, jó, a területen kívül ez legyen kijavítva, amire a Pap Mihály mond. De úgy érzem, hogy az önkormányzat kicsit mohóvá vált. Tehát itt jön egy 90 milliós lehetőség, amihez az önkormányzatnak nem szükséges egy fillér önerőt se hozzátenni, és az a vállalkozó barát önkormányzat úgy megkötözi a vállalkozónak kezét, lábát, hogy véletlenül se tudjon mozdulni. Tehát az önkormányzat már annyi kompromisszum bele lett téve ebbe a háromoldali szerződésbe, hogy átfordult az egész arra, hogy minden csak az önkormányzatnak legyen. Mindenki az önkormányzat vagyonát akarja gyarapítani. Ez a kút, ami megvalósul, ez ott lesz önkormányzati területen, amíg a világ. Nem kell hozzá önerőt hozzátenni az önkormányzatnak, a létesítményének a fűtésére, de nyilvánvaló, hogy azt az önerőt, amit beletesz a vállalkozó, az nem úgy 15 évre, hanem amíg az üzlet lesz, addig azt a részarányt szeretné. Most 15 év után azt lehet beletenni esetleg pótlásként, vagy további kiegészítésképpen, hogy 15 évig ugye a futballklub a fenntartó. A fenntartó megbízza a Furafolt a működtetésre. Mikor lejár ez a 15 év, akkor az átszáll az önkormányzati tulajdonba, akkor az önkormányzat új szerződést köt a Furafollal vagy az üzemeltetővel a rendszernek a működtetésére. De a vízhozam, a 30%-os vízhozamra az igényt tart a 15 év után is a futballklub. Vagy elnézést, a Furafol. A szerződés arról szólhat, hogy a 15 év után az önkormányzat majd szerződést köt, vagy az akkori Furafollal, vagy az akkori üzemeltetővel, akivel majd ő akar. De az önerő befektetésnek a lényeg, amiért biztosítja a Furafol, az, hogy a 30% az jár neki a fenntartás alatt, meg azt követően is, a 70% pedig már az első pillanattól az önkormányzat rendelkezhet vele. Úgyhogy semmilyen önerőt nem tesz bele. Köszönöm. Csak érzem, hogy Pap Misi, Pap Mihály képviselő úr, jelszó, parancsolja. Ja, bocs. Köszönöm. Ez 100%-ban én azzal értek egyet, hogy egy képviselőnek nyilván az önkormányzatnak az érdekét kell, hogy képviselje. Mi erre tettünk esküt. A másik, az üzleti része, az én úgy gondolom, hogy ez a három oldalú szerződés most 15 évig szól.
Nyilván 15 év után, hogyha ez lejár, akkor egy új szerződést kell kötni az akkori önkormányzat meg az üzemeltető között. Az új szerződés nyilván mind a két félnek előnyös lesz. Tehát szerintem az akkori önkormányzatnak sem lesz az érdeke, hogy az ott létrehozott létesítmények kárt szenvedjenek, vagy hogy veszteségesen működjenek. Ez senkinek nem érdeke. Köszönöm. Köszönöm én is. Faudi képviselő úrja szó. Köszönöm szépen. Ilyet még nem tapasztaltam Kiskunmajsavárosi önkormányzatában, hogy egy polgármester a saját önkormányzatával, képviselővel szembe azt kimeri jelenteni, hogy mohó lett az önkormányzat. Hát szóval ne haragudjatok már. Kettő lehetőség. Az egyik, hogy a saját épületemet 70%-os pályázatból fúra felújítsam. A másik egy vállalkozó érdek. És a polgármester azt mondja, hogy mohó az önkormányzat, mert a sajátját akarja előre helyezni. Hát ez nagyon furcsa egy önkormányzat ülésen, egy polgármestert ilyet hallani. Nem beszélve arról, hogy az a cég, akivel szembe állítólag mi mohók lettünk, a saját cége. Hát, bocsássatok meg azért, hol élünk? Hol élünk? Akkor, amikor az önkormányzat dönt 20 millió forint felesleges, hogy most fölénekeljük majd a Jönetel Már Zrt-t, az lazán meg van szavazva. Az, hogy most a saját tulajdonunkat 70%-os támogatottság pályázatból felújítjuk, aminek az önereje mennyi volt? 15 millió, ha az egészet oda kell adni, az most ilyen nagy problémát jelent. És ezzel szépen érvelünk, vagy érvel a polgármester egy önmagának saját érdekében, hogy milyen jó az nektek önkormányzat. Higgyétek már el, hogy milyen jó az nektek, hogy ehhez a pályázathoz nektek nem kell önerőt tenni. Bocsánat, polgármester, nem érdekel, hogy kell önerőt tenni mellé, vagy nem. Téged érdekel, mert a te vállalkozásodról van szó. De te polgármester vagy, neked az önkormányzat érdeke az első. És utána a vállalkozás az első. Melyik vállalkozó teheti meg még itt Kiskunmajsán, hogy ide jön önkormányzat ülés, vagy bizottság ülés, és előadja azt, hogy milyen jó ez neked önkormányzat. Persze, hogy nagyon jó lenne, ha nem lenne egy fontosabb dolog. A fontosabb dolog pedig az, hogy Kisporcsarnok teljes felújítása, és majd utána megnézzük, jövőre van-e még kútra lehetőség. És akkor majd a Furafol beadja. Vagy a Furafol beadja más pályázatba. Nekem az önkormányzat az első, és én ezt kérem, mint amit a múltkori ülésen is ezt kértem. Első az önkormányzat érdeke azaz a Kisporcsarnok teljes felújítása. Erre kérem, megint csak azt mondom, hogy én, eddig egyelőre egy szemébe, a futballklubot, hogy erre adja be a pályázatot. És természetesen mellé teszem az önerőt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Szombos Csaba képviselő úr, szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kezdjük az elejéről. A képviselőnek, minden képviselőnek az a legfontosabb, hogy Kiskunmajsa fejlődjön. Mert erre esküdtünk föl. Nem arra, hogy örökké és színát hajigáljunk keresztbe. Minden előtt. Másodszorra, ha a futballklub úgy dönt, hogy pályázni akar, nincs az az önkormányzat, hogy megmondja neki, hogy milyen jogon és kihez pályázzon, ki legyen benne a partner. Se Faludi Tamásnak, se az ellenzéknek nincs köze hozzá. Majd, hogyha az önkormányzat adja be a pályázatot, ha lenne rá lehetősége, de nincs, akkor eldönthetnénk, hogy mit akarunk. Ha önök azt akarják, hogy fölöslegesen megint 27 millió forintot kiadjunk azért, hogy Faludi Tamásnak legyen igaza, én azt nem tudom támogatni. A másodszorra, elmondtam a múlt ülésen is, 7 éve dolgozik ez a polgármester azon a telepen. 7 év alatt több mint 150 millió forintot lehúztak oda. Akkor miért nem mondtuk azt, hogy ne csináljátok meg ne rakjátok be a pénzeteket? Ne rakjátok be az időtöket, ne rakjátok be az energiátokat, majd jön a Faludi Tamás, és Faludi Tamás megcsinálja. Köszönöm szépen. Köszönöm, Faludi képviselő úr, a szó ügyrendben kért szót. Kérdés, bocsánat.
kérdést. Nem tudtam, hogy ilyen stílusban is lehet beszélni egy hivatalos önkormányzat bizottság ülésen. Van, akinek szabad kérdésem van. Kérdésem van elnök, én még nem káromkodtam se a bizottság ülésen. Kérdésem lenne elnök úrhoz. Mikor, milyen 27 millió erőről beszéltem én most? De minek a 27 az ön ereje? Csak szeretném megkérdezni, mert én nem emlékszem, hogy én beszéltem volna 27 millió erőről. Én 15-ről beszéltem, ami a... De 27,5 millió a 91 millió forintos beruházásnak az ön ereje. De az mi a 91 millió forint? Hát az előterjesztés szerint. Bocsánat, de mi a 91 millió forint? A termálkót. Én nem a termálkótról beszélek, elnök urak. Akkor figyeljetek majd, legyetek szívesek. Én a kisporcsalnak teljes felújítására beszélek, és a napelemről beszélek. Ami az önkormányzat abszolút érdeke. A fotballklub az első kérelmében... Bocsánat, képviselő úr, tart még a kérdés? Ja, nem, bocsánat, már hozzászólás lesz, akkor elnézést igazam. Nem. De átnyomhatja, és akkor folytathatja, képviselő úr. Nagyon szépen köszönöm. Tehát az tehát a fotballklub ezt is idehozta már a kérelmébe. Idehozta, hogy sportcsarnok teljes felújítás, napelem, melegvízkút. A melegvízkúton tört ki a vita, nem azon, hogy legyen vagy ne legyen, hanem azon, hogy az önkormányzat tegye mellé az önerőt, és az önkormányzat szedje a hasznait 15 éven keresztül. Ezen volt csak vita. Most már, hogy a valami miatt számomra nagyon furcsa és érdekes módon a fotballklub visszavonja a sportcsarnok felújítását, a napelemet, és csak a melegvízkút fontos ő neki, ami számomra érthetetlen, hogy a fotballklubnak miért a melegvízkút a fontos. A fura volt polgármestert, azt értem, de a fotballklubot nem. Én továbbra is azt kérem, hogy a fotballklubot kérjük fel nagy tisztelettel, hogy erre adja be a pályázatot, mert ez az önkormányzat elsődleges érdeke. És ha semmi mással nem keverjük össze a pályázatot, akkor ez biztos, hogy nyerni is fog. Köszönöm. Köszönöm én is, Deményi Ernő képviselő úr, szó. Köszönöm szépen. Nem igazán akartam én hozzászólni, de hát azért megpróbálom. A futballklub csak akkor adhat be pályázatot, hogy az önkormányzat hozzájárul. Tehát nem ő fogja dirigálni egyáltalán, az önkormányzat. Az én civil szervezetem is szerződéses jogviszonya az önkormányzattal, én minden bejelentek is, csak az engedély nélkül tehetek bármit, és én ezért fizetek is egyébként bérleti díjat, azért a bérlet 7,5 hektár területért. Nem tudja, a fociklub mit fizet az önkormányzatnak, amért, vagy nem tudom kinek, amért használja azokat a létesítményeket. Viszont szeretném ünnepélyesen kijelenteni mindenki számára, hogy középtető legyen mindenki számára, hogy nem vagyok ellenzéki képviselő, és nem tartozom senkihez sem. Sem a Faldi úrhoz, sem a Furus úrhoz, polgármester úrhoz, senkihez sem. Egymagam politizálok, és egymagam szoktam eldönteni, hogy vagyok olyan okos ember, hogy eldöntsem, mi a jó és mi a nem jó a városnak, és ha iszidek, hanem is nagy képviség, úszományi viselm azokat a jogszabályokat, ami a közigazgatásban előfordul, mert ebben dolgoztam, és most is dolgozom. Ebből adódóan, múltkor is elmondtam, most is elmondom. Akkora horderő ez a kérdés, hogy ezt nem lehet egy félórás bizottságülés alatt, és nem lehet egy adhok módon gyorsan egy-két nappal előtt összetestődésen eldönteni, mert ez, ennek a horderője sokkal nagyobb annál, mint bárki gondolná. Nem is lehet felelősen dönteni ebben a dologban, én úgy gondolom. Lehet érveket, ellenérveket felhozni, de én most is azt kérem mindenkitől, ha egy mód van rá. Mert ha nem megy, akkor én fölállok és távozni fogok innen, és legközelebb is meg sem tisztelem a tisztelt társaságot azzal, hogy be fogok ide ülni, és hogy elmondjam esetleg ilyet, hogy nyomogassam a gombokat. Szerintem teljesen fölöslegesen. Az a szerény véleményem, hogy talán nem is úgy kellene reagálni egyes dolgokat, ahogy leszoktuk reagálni, hanem teljesen egyszerű emberi erkölcsi normatíva, úgy gondolom, addig nem tudtátok volna, elmondom nektek azt, hogy tiszteletben tartsuk másoknak a véleményét. Nem lerohanni kell, nem idiótázni kell, ugye a főleg képviselő úr, vagy 60 éves embereket, mert nem úgy döntöttek, ahogy te szeretted volna, hanem tiszteletben kell tartani a véleményét. Én is a tiédet mindig tiszteletben szoktam tartani, és mindenkiét.
Azt is elmondanám nektek, hogy egy ilyen kérdésben nem látom megint a szakértőt. Miért nem fordult a fociklub egy szakértőhöz? Mi 20 milliót fizetünk ki azért, hogy megnézzék a strand, megéri, nem éri meg. Nem érte volna meg fizetni valakit ilyenkor egy szakértőt, hogy megnézze az energiai kérdést egyáltalán, hogy hogyan lehet hasznosítani, mennyi a kitermelése, hogyan hasznosul, mennyit ad térő meg. Ez mind szakértő kérdés, kérem. Van is a városnak jó szakértője, jó szakembere. Miért nem erre fizetjük meg? Tehát ezzel kapcsolatban csak azt szeretném mondani, hogy teljesen tanástalan vagyok újra, pedig még tegnap azt hittem, hogy tudok dönteni. Teljesen tanástalan vagyok, és még egyszer mondom, hogy csak arra kérek mindenkit, hogy engem még egyszer ne próbáljon ellenzékezni, mert nem nagyon fog jó járni. Bocsánatot kérek. Köszönöm. Köszönöm. Egy képviselőre sem mondtam, hogy idióta. A kifogásra mondtam, és arra, amire most Deményi Ernő képviselő úr is utalt, mert az akkori előterjesztésben nem volt három oldalú megállapodás, abban a módosításban nem szerepelt vállalkozó, nem szerepeltek kötelmek, csak egy minimális hozzájárulás, hogy a pályázatot be lehessen adni. Szikora Tibor képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Akkor Farkas Zoltán képviselő úr, a szó. Nem azért mondom, mivel most itt kaptam helyet, mert bármelyik oldalon is ültem az elmúlt sok-sok év alatt, mindig elmondtam, hogyha úgy volt, hogy így nem lehet dolgozni. Tehát én nem tudom, mikor készült el ez az előterjesztés, hogyha tegnap, ha ma hajnalban, akkor is ezt e-mailben legalább ki kellett volna küldeni. Tehát tényleg ilyen horderejű kérdést úgy olvasni itt most, hogy közben figyelni is kellene, és azért nagyon nagy súlyú kérdés ez, nem értem. Ezen kívül én mit tartok fontosnak? Tehát szerintem a pályázatot be kell adni. Én mindig is azt mondtam, hogy ha lehetőség van arra, hogy az önkormányzatnak ne kelljen kiadni pénzt, és megvalósulhat dolog, annak örüljünk. Tehát ha itt nem kellene az önerőt kifizetnünk, akkor annak örüljünk és támogassuk. De a múlt heti ülés alatt is és utána is, hogy beszélgettünk, akkor is azt az elvet is lerögzítettük, hogy mivel itt a esetleges támogató a polgármester és annak cége, nyilván azért ez rázós kérdés. Amennyiben meg rázós kérdés, akkor ki kell zárni azokat az okokat, amelyek rázósá tehetik a kérdést. Ez az a szituáció, hogy nyilvánvaló, hogy a polgármesternek annál nagyobb haszna, mint amennyit egy normál vállalkozói befektetett tőke jelent, nem lehet. Mert különben a szituációból haszna származik. Ezért akkor is azt beszéltük, és szerintem most is ez lenne a lényeg, mert mindig ezen folyik itt a vita, hogy a 15 év vagy a 15 év után mikor térül meg a befektetett pénz, és amennyiben hamarabb, akkor lehet, hogy megérés úgy kell elfogadni, ha később, akkor úgy kell, de ez szakmai kérdés. Én tegnap egyébként találkoztam Terbe Zoltán úrral, ő azt mondta, hogy ezt nagyon gyorsan ki lehet számolni, hogyha megkapja az adatokat, ő is ki tudja számolni, vagy elfogadjuk a véleményét, vagy nem, de szerintem szakember, tehát el lehetne fogadni. És akkor, hogyha tudnánk, hogy ennek a kútnak egy objektív helyzetben mekkora megtérülése, szerintem akkor tudunk döntést hozni. Úgyhogy nem tudom, hogy ez a nap hogy telhet el, hogyan történhetnek ezek a dolgok, van-e rá szándék és hajlandóság, de én ebből indulnék ki, hogy mindenképp be kell adni, nem járhat a város rosszul, nem járhat a sport rosszul, ha csak lehet, én elkerülném az önkormányzati részt, de tudjuk meg, mekkora ez, és akkor tudom alapvetően támogatni. Most pedig el kell mennem, elnézést kérek, mert órám lesz. Nem tudom, mit csinálni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tehát döntési javaslatnak van 4 pontja. A 3 oldalú megállapodás néhány pontját magának a furafolnak a nem a részvételét, de az ekkénti részvételét többen nehezményezik, vagy nem látják szívesen. Én azt a módosítót szeretném megtenni, módosítóindítványt, hogy a döntési javaslat második pontját és a harmadik pontját vegyük ki, pótoljuk őket akként, hogy az önkormányzat olyan kötelezettséget vállal, amely a pályázat beadásához szükséges,
tehát az üzemeltetésre a személye, a szerződés tartalma, hatája, időbeli hatája, az egy későbbi megegyezésünknek a tárgya legyen. Magyarán most vegyük ki a furafolt annyira, hogy a pályázatot be lehessen adni, ne legyen szó róla, és erről hozzunk olyan döntést, hogy mindenki felelősen tudja jó döntést hozni. És tehát én nem látom értelmét nem látom értelmét most megbeszélni, tehát most én sem tudok arról dönteni, hogyha beletesszük, hogy 15 év múlva újra szerződik, hogy az akkor jobb a városnak. Nem tudom, hogy akkor a vállalkozó nem-e most mi megszavazzuk, két hét múlva azt mondja, hogy neki úgy meg nem üzlet az üzlet. Bármilyen módon emeljük ki a vállalkozót, ne legyen szó szerintem most három módon megállapodásról, remélem értik a módosítónak a lényegét. A szükséges tartalom akkor megfogalmazzuk, és akkor döntse mindenki, hogy ebben partner tud lenni. A lényeg az, hogy a mai napon fel lehessen tölteni a pályázatot, és utána meghozzon mindenki egy a város számára jó döntést. Lehetőleg konszenzusra, közös megegyezéssel. Köszönöm. Deményi Ernő képviselő úr, a szó kérdést. Köszönöm szépen, kérdést szeretnék feltenni. A pályázati feltételrendszerben ez működik? Mert Sandra gyanúm, hogy nem. Tehát magyarán én arra, tehát itt azt mondja a Fülöp képviselő úr, hogy kizárólag tegyünk egy hozzájáról nyilatkozatot, ugye jól értelmezem, hogy szabad utat kapna a pályázat benyújtása. Benyújtjuk a pályázatot, viszont ott azért tudni kell, hogy mire nyújtjuk, ez nagyon fontos. Tehát, hogy két elemes vagy három elemes a történet. Ez a kérdés, igen. És akkor van egy hozzájáról nyilatkozat, benyújtjuk ugye a pályázatot. Nem kell hozzá a három oldalú, nem csak ez kell hozzá? Köszönöm szépen, hogy kérdeztem. Köszönöm. Tehát akár a későbbiekben is az önerő biztosítását el tudjuk dönteni, hogy ki biztosítja az önerőt. Mert ezt a pályázat nem kéri, hogy kifinanszírozza majd a 30%-ot. Azt be kell jelölni, hogy önkormányzati vagy államháztartási forrásból, vagy egyéb forrásból. Köszönöm, Szikora Tibor képviselő úr, a szó. Köszönöm a szót, remélem, hogy menni fog. Én az arra reagálnák, hogy ugye elástuk a lövészárkokat, nincsenek ellenzéki képviselők, szerintem csak más véleménye vannak sokszor a képviselőnek, mint a másik képviselőknek. Tehát ezt nem kell azért így ennyire kiélezni, hogy ellenzéki képviselők, nem ellenzéki képviselők. Ezt én is helyesnek tartom, és azt így tartom helyesnek, jobban mondva, és azt sem tartom helyes dolognak, hogy egy testületi ülésen az elnök úr minősítő szavakat használjon, esetleg nem tudom, általánosítva. És kérem szépen, hogy ettől tartózkodjon, és azt szeretném, hogyha majd bocsánatot kérne. Viszont köszönöm a szót. Én is köszönöm. Van-e még kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Faludi képviselő úr a szó. Megkérek mindenkit, hogyha egy mód van rá, akkor haladjunk a szavazás felé, de képviselő úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak megint el szeretném mondani, csak azért, hogy a lelkiismeretem tiszta maradjon, és a jegyzőkönyvben legyen benne, hogy ahol most az önkormányzat tart, ez már bőségesen kimeríti a hivateli hatalommal való visszaélés fogalmát. Bőségesen. Azt, hogy a polgármester a saját cégének az előre menetelét terjeszte a képviselőtestület elé úgy, hogy van egy fontosabb dolog, ami az önkormányzat érdeke ugyanabban a pályázatban, ez az általam előbb elmondottat bőségesen kimeríti. Tehát ezért kezdte úgy a hozzászólásomat, hogy én az önkormányzatra esküdtem föl. Ezért kérdeztem rá, és derült ki az, hogy igen, a polgármester úr cégének, a Furafolt Kft-nek rendkívül ilyen fontos ez a melegvízkút, hiszen nincs fűtése a rekreációs központjában. Az, hogy aztán ő ezzel hogy számolt el, hogy nem, vagy kellett-e, nem, ez engem nem érdekel. Engem egy érdekel, hogy nekem önkormányzatnak van egy sportcsarnokom,
ami az első kérelemben benne volt első helyen a futballklub részéről is, hogy 70%-os támogatottságból az önerőt vállalva természetesen azt a 15 millió forintot, fúra föl tudom újítani. Nekem most ez kell, hogy első helyen a legfontosabb legyen. És nem úgy, hogy a polgármester javasolja, hogy most ezt hagyjuk, mert mohó vagy önkormányzat, nagyon mohó vagy, ne, ezt most hagyjuk, a sajátunkat hagyjuk, mondja a polgármester, az enyémet szavazzátok meg, aztán majd jövőre majd meglátjuk, hogy lehet-e még sportcsarnokat felújítani. Hát ne haragudjatok, nem. Fordítva. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr. Módosító indítványként hangzott el a pályázat tartalma, hogy milyen műszaki tartalommal adja be a futballklub a pályázatot. Megfelelő-e, ha először a műszaki elemekről szavazunk, és utána a határozati javaslat pontjairól, hogy mind a négy elem legyen, vagy csak kettő? A jegyzőasszonyt kérdezem. Tisztelt bizottság, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt most egy sportklub a futballklubnak a kérelmét tárgyalja az önkormányzat, illetve a bizottságok. Tehát én szerintem ettől a mostani kérelmüktől, ami előttünk van, maximum csak kérhetjük a futballklubot, vagy javasolhatunk neki bármit, hiszen nem saját pályázatáról beszél az önkormányzat, tehát erre a megfogalmazásnál mindenképpen kérem, hogy figyeljen oda a képviselőtestület, és még akkor sem biztos, hogy a futballklub abba az irányba fogja beadni a pályázatát. Amire van felhatalmazása, azt beadhatja, de mivel ő a pályázó és ő a kérelmező, eldönteni nem hiszem, hogy fogja a képviselőtestület, hogy ő mit akarjon beadni. Köszönöm szépen. Demény Ernő képviselő úr, a szó. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr. Maximális egyetértek a jegyzőasszonnyal, ezt is mondtam én a legelén, ugye maga a benyújtó, a kérelmező, maga a futballklub. Nincs itt képviselő, nem tud lenyilatkozni, nagyon jó lett volna, most lenne az igazi. Mert abban az esetben, hogyha a többség, vagy majd a testület úgy szeretné megkérni a futballklubot, amit most elhangzott, hogy a kisportcsarnok is kerüljön be, mint egy opció, mint egy harmadik része, mint ugye az első eredeti előterjesztésben, akkor mi ezt nem tehetjük meg. Így igaz, mi csak megkérhetjük. Tehát nekem az a javaslatom, én az mellett mennék, a minimum dolgot kell most elfogadni. Azt a nagyon kötelező minimumot, ami nem akadályozza meg azt, hogy belegyen ez a pályázat nyújtva véleményem szerint, mert be kell nyújtani, ez nekem nem kérdés. Be kell. Tehát a kérdés az, hogy meg lehet oldani, vagy ezt kérdezem, hogy gyorsan beszerezni a nyilatkozatát, jó-e az, hogy ide hívjuk telefonon a nyilatkozatát a futballklubnak arra vonatkozóan, hogy ő mégis az eredeti kérelmét fenntartaná, ami ugye benne van a három fejlesztés. A másik az pedig, hogy meg kell határozni a saját erő arányait, és szerintem mindenféleképpen, hogyha a pályázat minimum követelménye szeretnénk, hogy akkor milyen arányban önkormányzat, ha önkormányzat van, és milyen arányban vállalkozás, vagy csak önkormányzat, ez három variáció szintén. Ha ez elég, akkor ebben nem olyan nehéz lesz szerintem dönteni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyit hajtott polgármester elmondani. Köszönöm. Polgármester úr. Mikrofont legyen szívesen. A futballklubban történt beszélgetés alapján erre kívánja begyújtani. Ezért nincs már rá se idő, se lehetőség, hogy ezen módosítsunk. Ha ettől kedvezőbb kellene még az önkormányzatnak, hogy nem kell hozzá önerő, és egy 90 milliós vagyon ott lesz, aminek a 70%-ával rendelkezhet. Ha ez nem elég, akkor nem tudom mi. Köszönöm. Köszönöm. Tudunk-e arra most megoldást, hogy be lehessen jelölni a pályázati felületen az önerő forrását? Erről most mindenképpen szavaznunk kellene akkor. Hát ha az önkormányzat nem ad hozzá önerőt, hanem egyéb forrásból lesz, akkor a pályázaton az egyéb forrás kategória lesz bejelölve. Aki lehet... Bármi. Az még akkor bármi lehet. Az nem önkormányzat, hanem egyéb. Köszönöm. Kérdés miatt Demény Ernője a szó.
Köszönöm szépen. Az a kérdésem, hogy ugye most lesz egy helyzet, beérünk valamit, hogy egyéb, vagy hogy állomásztáson belül, azt nem. Ezt lehet módosítani? Ezt kérdezem. Tehát lehetőség van-e arra, hogy egy pályázat benyújtásra került, minimum feltételekkel nincs hozzá gyakorlatilag anyag se semmi, és erre módosítási lehetőséget ad-e a tolyó pályázat. Tehát adott esetben, hogyha előfordul, hogy például mégis benyújtja, mégis lesz bele pici saját erő, mondjuk önkormányzat részről, vagy másikból kevesebb, vagy több, erre van-e lehetőség? Köszönöm. Igen. Köszönöm szépen. Képviselő úr kíván hozzászólni. Köszönöm szépen. Újra. Parancshoz? Nem értem. Mikrofon létsz. Mindegy. Kedves Tamás. Be tudj jelentkezni. Én úgy érzem, hogy itt lehet szőrözni, meghúzni az időt, de nem érzem azt, hogy tényleg a városért lennétek. Majd ezt megbeszéljük még egy újabb körben. Szerintem pont arról volt szó, hogy legyen ez teljesen leszögezve. De legalább annak a lehetőségét, hogy a fiatalok tényleg oda juthassanak, most mindegy egyelőre, hogy milyen feltételekkel, de a lehetősége legyen meg. Mert azt érzem, hogy egyáltalán nem támogattuk semmit, és azt mondjátok, hogy ellenzék vagy nem ellenzék, szerintem nagyon is van ellenzék, mert itt bármi, ami lett volna, vagy be lett volna a pályázat, mindegyik csak szőrözve, vagy egyáltalán nem valósul meg azért, mert csak támadás éri ezt a városvezetést, amiben ugyanúgy te is benne vagy, és volt elég időd arra, hogy bizonyíts, és én úgy érzem, hogy ez a csapat most képes lenne erre, mert nem tudom, hogy akkor milyen, ott is voltak ugyanilyen afférok, úgymond testületen belül, a saját csapatodon belül, de ez 10 éve így megy, lassan, szerintem rendszerváltás óta. Jó lenne, hogyha tényleg nem arról szólna, és hidd el, hogy az embereket inkább képviselni kellene, mert ez nem képviselet, és a másik, hogy nem fognak ettől jobban szeretni. Köszönöm. Akkor Piros Ász, Deményi képviselő néven szól. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ügyenni kérdés, nem a témá összetük fiatal barátunknak a hozzászólása. Szerintem neked még nincs akar tapasztalatod, egyébként ne haragudjál, Oszkár, hogy ezt mondom neked, hogy te itt egyetlen pálcát törj olyan emberek felett, bocsánat, és megint nem a témáról beszélünk, azért szóltam hozzá, hogy az önkormányzat, az ha hiszed, hanem kőkemény betámasztott jogszabály között működik, úgy nézik, hogy közigazgatás, jogszabályok határozzák meg. És lehet jól is csinálni, hogy te mondtad, de jogszabályok kötnek mindenkit. Köszönöm. Köszönöm. Egy baj van, nekem mindenkinek meg kell adni a szót, tehát meg fogom adni kettőkor is, vagy a helyettesem, ha én nem leszek itt, de próbáljunk a haladás irányába kerülni. Nyerges Benyámin képviselő úr, a szó ügyrendben. Köszönöm szépen. Én tegnap is jeleztem, hogy nekem 3:45-kor halaszthatatlan munkám van a gimnáziumban, órán van, nem tudok tovább maradni. Köszönöm. Képviselő úr hozzászólását fenntartja. Köszönöm. Félek, ebből obstrukció lesz. Hogyne? Nagyon nem szeretném, hogy az lenne belőle, de azt az engedjék már nekem, hogy úgy döntsek, hogy minden tisztán lássak. Amit Nagypáti Oszkár bizottsági tagtársam mondott, nem igazán értem. Tehát azt, amit elmondtál, hogy én bármit tönkre akarok tenni, azt csak akkor tudom megtenni, hogyha nincs módosító indítványom. De nekem mindig van egy alternatíva, amit le tudok tenni. Innentől kezdve ezek nem állják meg a helyüket, ezzel tovább nem is foglalkozok. Most is van alternatíva, amit én leteszek. Az, hogy az neked nem tetszik, az egy dolog. De az, hogy te az én alternatívámról, módosításomról így nyilatkozzál, az nem helyén való. Mert amit ti mondotok, csak az a jó, amit én mondok, az csak rossz lehet. Még egyszer akkor elmondom, és most elnök úrnak mondom, hogy utoljára. Tudja valaki azt, hogy hova lesz a kút fúrva? Nem. Tudja, hogy a vezetékek merre lesznek fúrva? Nem. Tudja az valaki, hogy a vezetékekre milyen szorgalmi jogokat kell biztosítani? Nem. Tudja az valaki, hogy ezeknek a jövőben a sporttelepre milyen következményei vannak? Nem.
De most én ezeket is félreteszem, de azt nem fogadom el megint csak polgármester úrtól, és megint nem értem, polgármester, hogy nyilatkozhat így, hogy képviselő nincs elő van készítve. Az előző ülésre ide került a képviselőtestület elé, a futballklub részéről, amit gondolom föltételezem, hogy elő volt készítve. Tehát elő volt készítve a sportcsarnok felújítása, elő volt készítve a napelem felhelyezése a sportcsarnok tetejére. Nem lehet azt mondani, hogy nincs előkészítve. Elő van készítve, elő kell venni a papírt, mellé tenni az önkormányzat hozzáállását, és beadni a pályázatot. Ez az én módosítom, mert nekem az önkormányzat érdeke az első és a legfontosabb. Azt én értem, hogy a rekreációs központban nincs fűtés, de az elsőben majd megoldja a Furafal Kft. Nekem, én segítek benne, de az első, a pályázban nekem első helyen ez kell, hogy álljon. Mert ez az önkormányzat érdeke, hogy a fiatalok egy tökéletesen felújított sportcsarnokba tudjanak tornázni, sportolni. Nekem ez a fontosabb. Köszönöm. Combos Csaba fenntartja hozzászólását. Akkor parancsoljon. Mikor érte meg Tamás, hogy nem mindig minden magáról szól? Köszönöm, ez a költői kérdés, ez jó a vita végére. Először akkor a műszaki tartalomról szavazzunk. Faudó képviselő úr módosítóját fogalmazom meg aként, miközben ő a módosító, hogy szavazzunk a két, tehát akkor mind a háromról? Amiről nincsen kérelem, arról is? Tehát napelem és szigetelés, geotermia nélkül. Geotermia nélkül? Viszont erről nincsen kérelmünk a futballklub részéről. De ezt javasolja a képviselő úr, ennek elfogadásáról szavazzunk először. Parancsolj, mondja. Köszönöm szépen, elnök úr. Az előző kérelmét visszavonta hivatalosan a futballklub? Nem vonta vissza hivatalosan, csak az utolsó a hatályos. Köszönöm. A futballklub érdektelenségét nem tudom megerősíteni, mert itt volt testületi ülésen, várt másfél órát ránk. Akkor először arról szavazzunk, hogy a három, illetve négy műszaki tartalomból a lelátó, a napkollektor rendszer és a szigetelés kerüljön beadásra. Ez a módosítója, hogyha legyen a szivárvány az égen, akkor arról kell szavazni. Ez volt képviselő úr módosítója, igaz? Ezt kérjük a futballklubtól, ha ezt szavazzuk csak meg, akkor a futballklub vagy csinál erre, vagy ezt beadja, a kéremet ad rá, vagy nem. Igen. Igen, szavazzunk ennek. Akkor nem szavazol. Köszönöm. Szavazzunk ennek elfogadására. Bocsáss meg. Akkor ennek elfogadását szavazzuk meg. Ki az, aki először az ügyrendi jogi bizottság sportifjúságnevelésének a szavazását kérem. Mellette. Kettő igen, ellene. Egy ellene, kettő ellene. Tartózkodás? Nincsen, köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság tagjét kérem szavazzon. Bocsánat, vagy végigvegyük a módosítókat bizottságonként? Akkor... Jó, akkor a Városfejlesztési szavazzon erről. Mellette, kettő mellette, ellene. Egy ellene, tartózkodik. Köszönöm. Egy. Pénzügyi bizottság részéről kitámogatja ezt a műszaki tartalmat, mellette. Ellene. Három ellene. Tartózkodik. Kettő. Köszönöm. A mostani kérelemnek megfelelő csak a geotermiára vonatkozóról szavaz most mindegyi bizottság. Az ügyrendi bizottságot kérem, ki az, aki támogatja mostani kérelemnek megfelelő műszaki tartalom megvalósítását. Mellette? A geotermia és a lelátó, így van. Mellette? Nincs. Ellene? Nincs. Tartózkodik? Bocsánat, az ügyrendi bizottság. Tartózkodás? A joginál 3, 4 tartózkodik.
Köszönöm. A Városfejlesztési Bizottság tagjait kérem szavazzanak a mostani kérelem műszaki tartalmáról mellette. Köszönöm ellene. Egy, tartózkodik. Egy, köszönöm szépen. Pénzügybizottságot szavazzon, kérem, hogy szavazzon mellette. Három mellette ellene. Nincs, tartózkodik. Kettő fő, köszönöm. Illetve a teljes műszaki tartalmat, ami a múlt heti kérelemnek megfelelő, amennyiben azt még a futballklub fenntartja. A múlt hetiről. Igen. Hát ugyanúgy nincs róla kérelem, mint az, hogy csak a szigetelés. Igen. Csak a napkollektor, csak a szigetelés a lelátóval, ami képviselő úr kérelme volt. De hogyha ehhez ragaszkodnak, ezért tenném felé módosítóra, ezért szántam annak, hogy ez a műszaki tartalom is a kérés, akkor megvalósulhasson. Szavazzon a jogi bizottságot, megkérem, határozatképtelen, hogy nem tud erről szavazni. A Városfejlesztési Bizottság szavazzon a teljes műszaki tartalom támogatásáról. Érthető? Tehát a lelátó, geotermia, szigetelés, napkollektor. Mellette? Ellene? Ja, bocsánat. Mellette? A Városfejlesztési Bizottság szavaz a múlt csütörtöki kérelemnek. Igen. Mellette? Köszönöm. Három igen. Ellene? Nincs, tartózkodás. Egy. Köszönöm. Pénzügyi Bizottságot kérem, hogy szavazzon a múlt hetinek a megszavazásáról. Mellette? Három igen. Ellene? Nincs, tartózkodás. Egy. Köszönöm szépen. A műszaki tartalomról szavaztunk, most szavazzunk a döntési javaslat pontjairól. Azt a módosító indítványt tettem, ezzel kapcsolatban más módosító indítvány nem volt, hogy a döntési javaslatból vegyük ki a kettes és a hármas pontot, és módosítsuk a kötelezettségvállalást az önkormányzatra szorítkozva oly módon, hogy a pályázat beadható legyen. Az önerő biztosítóját ne nevezzük meg, és a három oldalú megállapodásról ne szavazzunk most. A polgármester úr szerint az egyéb megfelelő és akár módosítható, hogyha az lesz a döntés, akkor az önkormányzat lesz. Remélhetőleg a támogató ezt a módosítást el fogja fogadni. A kettes, hármas pont helyett, igen. A kettes, az bocsánat. Tehát a 15 évet vállalja. Az csak a használatról szól. Akkor a kettes tartalmával, úgy, hogy a 15 éves fenntartási időszakot, hogy a futballklub használhatja, ezt biztosítsuk a pályázónak. Meg kell, hogy nevezzük benne a céget, vagy csak az önkormányzat nyilatkozik, hogy használhatja a futballklub. Igen, tehát jó, igen, akkor ez értelemszerű. Köszönöm. Ezzel a módosítással javaslom az elfogadását az ügyrendi bizottságnak, sajnos nem tudom feltenni szavazásra. A Városfejlesztési Bizottságot kérem, hogy szavazzon ennek elfogadásáról. Mellette? A módosítónak. Igen. Hármas nélkül. Meg az egyessel, ami csak egy hozzájárulás. Három igen, ellene, nincs, tartózkodás. Egy, köszönöm. Pénzügyi Bizottságot kérem, szavazzon mellette. Négy igen, ellene. Nincs, tartózkodik. Nincs tartózkodás, köszönöm. Nincs több napi rendi pontunk. Az ülésbe zárom, köszönöm. Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli ülésünkön.
jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Combos Csaba képviselő és Demény Ernő képviselő urakat. Erről kérek egy szavazást. Köszönöm. Egy napi rendi pontunk van. Kiskunmajsai Futballklub TAO támogatási kérelme. A Kiskunmajsai Futballklub ismételten TAO... Ja, bocsánat. Az megvan. A napirendekről kellene szavazást csinálnunk. A napirend pont kiküldésre került, tehát egy napirendi pont lesz. Erről szavazzunk. Szavazást indítom. Nyolc igen, egy tartózkodás mellett elfogadásra került. Tehát a egy napirendi pontunk Kiskunmajsai Futballklub TAO támogatási kérelme. A Kiskunmajsai Futballklub kérelemmel fordult az önkormányzathoz, miszerint az idén is szeretnének a TAO támogatási rendszerben részt venni, és pályáznának egy alacsony hőmérsékletű termálvizet adó termálkút fúrására, vízelosztó rendszer kiépítéssel együtt, és egy fémszerkezetű mobil lelátó szeretnének 150 fő részére a műfüves pályához. Az előterjesztés kiküldésre került, és az előbb a bizottságok is már végig tárgyalták. A legfontosabb az volna, hogy az önkormányzat egy hozzájáruló nyilatkozatot tudjon kiállítani, amit csatolni kell a pályázathoz. Erről kellene az önkormányzatnak döntést hozni, és egy megállapodást, miszerint az önkormányzat és az üzemeltető 15 éves használatot biztosít a futballklub részére. A kiküldött előterjesztésben lévő határozati javaslatokat, tehát azt szerint módosítanám, az első pont az marad, az szól magáról a hozzájárulásról. A második pont a 15 éves használatra vonatkozó szerződés aláírásáról. A képviselő a bizottság ülésen elhangzott, hogy ezt a javaslatot ki kellene azzal egészíteni, hogy ez nem érinti az önkormányzat és a Futafol közötti alapszerződést. A harmadik pont pedig arról szól, hogy a Kiskunmajsai Város önkormányzata és képviselő tudomásról veszi, hogy a nyertes pályázat esetén az egyes ponton megjelölt fejlesztések felületet térítésmentesen jegyzőkönyv elejében átadásra kerülnek Kiskunmajsai Város önkormányzata, mint az ingatlan tulajdonosa részére a vagyonszaporulat aktiválása célja a pályázat fenntartási időszakát követően. Tehát ez a pontunk itt befejeződne, és ennek a pontnak a hátralévő része pedig egy külön pontba kerülne, hogy az önkormányzat, a Futafol Kft. És a futballklub közötti az energia beruházások hasznosítására kötendő háromoldalú megállapodás a későbbiekben kerül a képviselő testület elé döntéshozatalra. Tehát így módosulna a javaslat, és a négyes pontból kikerülne, hogy mivel ez a kérelem az önkormányzattól nem kér önerőt, ezért a Gulyás Jánosné osztályvezető költségvető rendelet tervezeten történetű átvezetésére így nem lesz mit átvezetni, így ez a sor kikerül a javaslatból. Jó, köszönöm, tehát ez volna az előterjesztés, és ezek szerint módosulnának a javaslatok. Napi rendi ponthoz kíván-e valaki hozzászólni? Fauri úr? Köszönöm szépen, nagyon röviden azért el kell mondani a véleményemet is, és nyilván van egy módosít indítványom, még mielőtt bárki azzal vádolna, hogy csak rombolni óhajtok. Ez az előterjesztés most csak arról szól, hogy a melegvízfúrás történjen meg. Értem én természetesen polgármester urat, hiszen ugye a bizottságülésen ugye elhangzott a kérdés, és megtudtuk azt, hogy az ő rendszerében ugye még egyáltalán nincsen frissítés, és azzal sincs probléma, hogy ezt pályázati pénzből próbálja megoldani, ez is teljesen rendben van, csak van egy kicsi probléma, hogy a futballklubnak nem tudom, hogy miért az az elsődleges célja a múlt heti előterjesztéshez képest. Én már akkor is tettem módosítványt, most is fogok tenni, mert nekem önkormányzat képviselőnek a legfontosabb
az önkormányzat érdeke. Az önkormányzat érdeke az, ami a múlt heti előterjesztésben az első pontok voltak, azaz ebből a pályázatból, ami egy 70%-os támogatottságú pályázat, első körben legyen megoldva a saját tulajdonú sportlétesítményünk teljes felújítása, a napelemmel való ellátása. Ehhez azt hiszem, hogy kellett 15 millió forint önerő, ami természetesen mellé is kell tenni. Tehát nekem a módosítványom az, hogy nagy tisztelettel javasoljuk a futballklubnak, hogy az akkori kérésének megfelelően ne ez legyen neki prioritás a melegvízkút, hanem az önkormányzat és a saját érdekük is, hogy a több száz gyerek olyan körülmények között tudjon a sportcsarnokban sportolni, amit ez a pályázat lehetővé tud tenni. Tehát ez egy módosítványom, hogy nem a melegvízkút, hanem az önkormányzat saját érdekeltségben tartozó sportcsarnok teljes felújítása önerővel együtt. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szombos képviselő. Köszönöm szépen, polgármester úr. Fahol Tamás, lehet, hogy elfelejtette, hogy a múlt hét csütörtökön is előttünk volt ez az anyag, csak akkor van, miatt nem lett elfogadva. Abban benne volt minden, amit elmondott. Miért nem voltak akkor ezek elfogadva? Miért nem vettük csak ki belőle a kutat? Elő volt készítve. Nem értem. Most meg ezt követeli? Köszönöm. Én azt gondolom, hogy elsősorban azokat a beruházásokat kell támogatni, amihez az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítani, és hogyha megvalósul a pályázat, akkor abból az önkormányzatnak egy komoly vagyona és komoly pénzügyi jövedelme és bevétele származhat. Úgy gondolom, hogy előre nyúzzuk a medvét, tehát adjuk be a pályázatot, haladjon az ügy előre, még senki nem tudja, hogy nyer vagy nem nyer. Ez volna a legelsődleges szempont, és a következőkben azt a három oldalú megállapodást még az önkormányzat bizottságok tárgyalják át, és egy olyan kompromisszumos, mindenki számára kedvező megoldást hozzunk, hogy az valóban korrekt legyen mindenki számára. Köszönöm. Kíván még valaki hozzászólni? Faludi úr? Köszönöm szépen. Nem baj, hogyha képviselők időnként figyelnek az önkormányzat üléseken, mert ha figyelt volna a Szombos képviselőtársam, akkor azt tapasztalta volna, hogy a vita folyamán én nem azt mondtam, hogy vegyük ki a kutat, hanem hogy mi tegyük mellé az önerőt, amit egy következő módosítom lesz, hogyha az előző nem fog átmenni, és az önkormányzat legyen 15 évig az üzemeltetője, és az önkormányzat szedje ennek a hasznait. Az önerő ellenében. Ez is elhangzott javaslatként. Majd, amikor egyik sem kapott többséget, és most megint lehet azt mondani, hogy mert ti ilyenek vagytok, ezen az oldalon semmit nem szavaztok meg, volt módosító indítványunk, ti miért nem fogadtátok azt el, és akkor nincs tovább vita. Annyi volt csak, hogy az önök mit tették volna mellé, és mi vagyunk az üzemeltetők. Majd utána, amikor látszott, hogy nem akarja a vitát folytatni a képviselőtestület, aminek egyébként döntetlen szavazás esetén semmi akadálya nincsen, az egyebek között ezt kértem, hogy folytassuk a vitát, és akkor pontosan ezt kértem, hogy most képviselőtársam hiányol, hogy ami a vitás kérdés, vegyük ki belőle, az összes többi maradjon bent, és hagyj menjen a pályázat. Ilyen egyszerű. Én most is ezt javaslom. Polgármester úgy fogalmazott bizottságülésen, hogy kicsit mohó lett az önkormányzat, hogy most mindent akar, és azt akar, hogy a saját sportcsarnokát felújítsa. Hát akkor vállalom, mohó vagyok, nagyon mohó vagyok, és továbbra is azt mondom, hogy nem az érdekel engem elsősorban, hogy a Furafol Kft.-nek a rekreációs központjában legyen fűtés, hanem engem az érdekel, hogy a saját sportcsarnokunk 70%-os támogatottságból újítson föl. Ez van az első helyen. A második helyen pedig az, hogy igen, adjuk be azt is, de akkor viszont kérem, hogy azon erőt tegyük a meleg vízkút mellé. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szombos képviselő. Beszélgessünk tovább a feledékenységről. Fahol Tamás azt is elfelejti, hogy ehhez így az önkormányzatnak 50 millió forintot kellene hozzáraknia. Vagy hogyha elfogadjuk esetleg az üzembe tartónak az ő fajta
hozzáállását, akkor ez nem kerülne pénzünkbe. És ez a felelős gondolkodás ön szerint, hogy a nullát fölcseréljük 50 millióra. Köszönöm. Kérem, Faludi úr, mondja ezt mikrofonban, hogy ön hozzátenne 50 milliót a önerőhöz a saját általános tartalékunkból. Bocsánat, kiveszem. Köszönöm szépen. Ahogy én javaslom, abból az 50 millióból 15 millió a sportcsarnok teljes felújítása, napelemmel való ellátása, a maradék, amit a melegvízkút mellé nem kell oda tenni, vagy kellene oda tenni, örömmel vállalom, mert az a beruházás komoly bevételt fog jelenteni az önkormányzatnak az elkövetkezendő években. Sokkal többet hozna az a 32 milliós önerő, mint amennyit odaadtunk, vagy oda akarunk adni a Jonathan Már ZRT felértékelésére az a 20 millió forintot. Tehát igen, én minden további nélkül odaadnám, mint ahogy, és nem tudok más mondani, bocsánatot kérek, és nem kötözködés, csak józan parasztészre próbálok gondolkodni, hogyha a Furafal Kft.-nek megéri oda tenni az önerőt, akkor az önkormányzatnak miért nem éri meg oda tenni az önerőt, és miért ne szedhetném én annak a hasznát? Nyilván viselnem kell ugye majd a terheket is. Ennyi az egész. Igen, igen. Igen, polgármester úr, minden tovább mennék, oda tenném azért, hogy komoly bevétele lehessen ebben a városnak. Köszönöm szépen. Annyiban helyesbíteném, tehát hogy a 15 milliós önerő az csak a kis csarnoknak a hőszigetelés korszerűsítésére vonatkozó önerő volt, a napelemnek még további 7-8, vagy mennyi is volt az önerő, amit még hozzá kell tenni. Viszont, hogyha az önkormányzat tesz bele önerőt egy ilyen termálkút fúrásába, az önkormányzat által működtetett létesítményekből, a megtakarításából származó bevétel önmagában kevés ahhoz, hogy egy ilyen nagy volumenű beruházás megvalósuljon, tehát megtérüljön. Az, hogyha az önkormányzat teszi hozzá és húratja meg a kutat, lehet, hogy semmi garancia nincs arra, hogy a rekreációs központ tulajdonosa, üzemeltetője mondjuk onnét akarja venni a melegvizet. Tehát én továbbra is azt mondom, hogy az önkormányzatnál én, polgármester és azok a képviselőtársaim, akik úgy gondolkodnak, hogy vigyázzunk az általános tartalékra, az egy helyesebb gondolkodás. Itt a következő években komoly beruházások várhatóak, amihez még nem tudjuk, hogy milyen önrész vagy mit kell hozzátenni, ami kötelezőbb feladatoknak az ellátásához tartozik, mint a sportpályának a működtetése. Tehát, hogyha van olyan vállalkozó, aki ezt az önerőt biztosítani tudja az önkormányzat helyett, és ebből a 100%-os beruházásból 70% az önkormányzat úgymond ölébe pottyan, ettől nem hiszem, hogy kell korrektebb üzlet. Combos képviselő úr. Köszönöm szépen, polgármester úr. Akkor csak azt akarja ön, Faludi képviselőtársam, hogy 50 milliót tegyünk bele, és az önkormányzat működtesse ezeket a intézményeket. Én sportolóként 20 éven keresztül láttam azt, hogy mi az, amikor egy önkormányzat működtet egy ilyen intézményt. Nem szeretném a mai fiataloknak azt. Köszönöm. Deményi úr. Köszönöm szépen, polgármester képviselőtestület. Szeretném felhívni arra a figyelmet, ami elhangzott a bizottsági üléseken is, hogy arról beszélgessünk az idő rövidsége miatt, mert ugye mindenkinek dolga van, hát nekem is van intézmény, nekem is el kellene menni. Azok a minimum feltételeket döntsünk most, amelyek ahhoz szükségesek legyenek, hogy benyújtásra kerüljön ez a pályázat, mely nem kérdés, gondolom senki számára, hogy be kell nyújtani, mert itt fejlesztésre van szó. Másik nagyon fontos dolog, hogy ugye az a helyzet állt elő, hogy van egy kérelmező, egy kérelem, jelen pillanatban kérem szerint kettő elemet tartalmaz ez a pályázat.
És igazándiból csak megkérhetjük természetesen ugye a futballklubot, hogy vagy figyelmeszi, vagy nem, ezt majd őrnyi tőle a pályázó, nekünk hozzáskodni. A másik, ami nagyon fontos viszont, a későbbiek folyamán tekintettől, hogy kikerült a hármas pontnak az a része, mely a három modell megállapodásról szól, Combos Csaba elnök urat felkérném tisztelettel, hogy a soron következő Városfejlesztési Bizottság ülésre, ahol majd erről tárgyalunk, szeretném, hogyha konkrétan Terbe Zoltán urat meghívnánk, vagy pedig készítenő, ő ebben jó szakember, egy számítást ezzel kapcsolatosan, és sokkal jobban fogja mindenki látni. Rendben van. Köszönöm szépen. Zoli. Köszönöm a szót, polgármester úr. A mai rendkívüli összevont bizottsági ülésen egy óra hosszát vitatkoztunk erről, hogy legyen egy olyan forma, ami a képviselő többségének elfogadható. És ott született az a módosító indítvány, mely elfogadásra is került, hogy a kiküldésre került határozati javaslatnak kivesszük a hármas pontjának. Hát ott az egészet kivettük, de az úgy értelemszerű, ahogy polgármester úr mondta, kivesszük a kettes pontot, Tehát a lényeg az, hogy ne legyen szó háromoldalú megállapodásról, ne nevezzük meg, hogy kibiztosítsa majd az önerőt, hanem a lényeg az, hogy ezt a pályázatot most be lehessen adni, ma van a határidő. A lehetőséget, ha elveszük, az biztos, hogy a mi hibánk, mert a megegyezésre se adtuk meg a lehetőséget. Ez a megállapodás kik között és milyen formában kerül elfogadásra, ez a további egyeztetéseknek legyen a tárgya, hogy ez most egy olyan típusú döntés, amin ilyen formában már nincsen mit nem elfogadni, csak támogatni lehet, hogy a pályázatot be lehessen adni. Mihály, Pap Mihály, képviselő úr. Köszönöm szépen a szót. Véleményem szerint is, tehát nekünk most nem egymással kell vitázni, hanem az előttünk lévő előterjesztésről kell dönteni. Ami aggályos volt a számomra, a három oldalú illetve a három oldalú megállapodásnak voltak olyan elemei, ami egyértelmű. Tehát én, mint önkormányzati képviselő, nekem nyilván egyértelműen az önkormányzatot kell képviselni, nem pedig más vállalkozást vagy magánszemét. A háromoldalú megállapodásból majd későbbiek folyamán rögzítve lesz majd biztosan a véleményünk. Most, hogyha ezt kihagyjuk, ebbe az esetben be lehet adni a pályázatot, és szerintem haladjon az útján, és a vitát meghalasszuk később. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván még valaki hozzászólni? Rávai Monika. Fülöp Zoltán és Combos Csaba képviselőtársammal kérem, majd hagyjátok jóvá, de név szerinti szavazást kérünk. Köszönöm. Fülöp úr. Köszönöm, támogatom. Köszönöm, támogatom. Köszönöm. Akkor megkérem majd, akkor az érintettségemet szeretném bejelenteni, és nem kívánok szavazni. Akkor megkérem majd, akkor először a Faludi úr módosító javaslatát teszem föl szavazásra. Arról is név szerint kell szavazni? Vagy majd csak a végsőről? Faludi úr. Köszönöm szépen. Megkérem Deményi képviselőtársamat, meg Gyűlis László képviselőtársamat, hogy támogassák azt, hogy az én módosítomról is név szerinti szavazás legyen. Köszönöm szépen. Deményi úr. Támogatom. Gyűlis úr. Támogatom. Jó, köszönöm. Tehát akkor a Faludi úrnak azt a módosító javaslatát teszem fel szavazásra, miszerint
az önkormányzat kérje fel a futballklubot, hogy új kérelemmel álljon elő, és a pályázatban a múlt ülésre beadott 4 elemre vonatkozó kérelmet adjon be, tehát a termálkútra, a csarnokhőszigetelésre, napelemre és a műfüves pályához a lelátó építésére, melyhez az önkormányzat biztosítja az 50 milliós önerőt. Faludy úr, megfogalmazza akkor a kérdését? Köszönöm szépen. Természetesen megfogalmazom a módosítványomat. Amit én elmondtam, hogy én az önkormányzatra esküdtem föl, nem a furaforra, éppen ezért nekem, ha van egy ilyen pályázati lehetőség, emlékszik rá, Furús úr, nekem az volt a javaslatom, hogy kérjük fel a parancsot. Furús úr, ő is Faludynak szólít, bocsi. Tehát az volt a javaslatom, hogy az önkormányzat érdeke legyen az első, ami azt jelenti, hogy kérjük fel a futballklubot, nem kell újabb kérelmet írni, hiszen az előző kérelmében benne volt, ez is ki lett emelve, én azt javaslom, hogy azt emeljük ki belőle. Elő van neki készítve, be tudja adni a sportcsarnokunk teljes felújítása és a napelem rendszer a tetejére feltéve, vagy ahova kell tenni. Ehhez természetesen az önerőt az önkormányzat vállalja. Tehát a saját tulajdonunk, elsősorban az önkormányzat érdeke legyen az első. Ez a módosító indítványom. Köszönöm szépen. A 12 millió és a... Tehát a... Köszönöm szépen, értelmezési problémám van. Az egyik javaslat konkrétan a minimum feltételekre szól, ahol direkt ki is jelentették, hogy nem foglalkozunk pontosan megcímkézett saját erővel, mert hiszen ez a dolognak a lényege, úgy lehet gyorsan beadni. A valódi képviselő pedig ugye egyértelműen saját erőt, sőt nem csak saját erőt, hanem a saját erő címzettjét is, ugye jól értelmezem, megnevezed a módosító javaslatodban. Ugye az önkormányzat biztosítsa mindegyikre, vagy hogy gondoltad? Jó, akkor csak a felvételési napelemre. Köszönöm szépen. Rávai Monika. Köszönöm az udvariasságot Fülöp képviselő úrnak. Véleményem szerint az önkormányzatnak az az érdeke, hogy a vagyonával, tartalékával okosan gazdálkodjon, és lehetőleg olyan célra fordítsa, ami plusz hozadékot fog hozni. Tehát amit az előző módosítási javaslatban szerepel, az egy sokkal nagyobb önrészsel biztosított fejlesztés. Tehát véleményem szerint az az önkormányzat érdeke, minél kisebb önrészen, minél nagyobb fejlesztés legyen. És ebben az eleterjesztésben nem kíván önerőt az önkormányzattól, tehát én úgy érzem, hogy ettől kedvezőbb lehetőség és kérés nincsen, amivel mégis közel 100 millió forinttal gyarapszik az önkormányzat vagyona. Tehát én ezért javaslom az eredeti előterjesztésnek az elfogadását. Mármint a polgármester úr által módosított, Ábrahám Furus András polgármester úr által módosított javaslatot fogadom el. Köszönöm. Fülöp képviselő úr. Köszönöm a szót, polgármester úr. Elfogadva a polgármester asszony hozzászólását, ez egy módosító, ugyanúgy, mint az összes többi, szavazunk róla, és mindenki eldönti, hogy az úgy számára majd megfelelő-e, vagy nem. Mindenki majd dönt arról, hogy beletegyünk 27 milliót, vagy ne tegyünk bele, vagy melyik verzió tartja támogatatónak. Deményi képviselőtársamnak a kérdése jogos. Senki nem volt, aki a napkollektorrendszernek és a szigetelésnek az önerejét finanszírozta volna az önkormányzat helyett. Tehát ott valóban szavazhatunk arról is, hogy az önkormányzat helytáll az önerő tekintetében. Míg a kérelemben szereplő műszaki tartalomnál azért maradtunk abban, hogy egyéb forrásból lesz az önerő biztosítva, mert az egy későbbi megegyezésünknek lesz a tárgya. Köszönöm.
Köszönöm, Demény úr. Köszönöm szépen. Olyan jelző szeretném megkérdezni, hogy jelen esetben a most tárgyat napirendnél melléket kérelem nem tartalmaz azt az elemet, amelyre vonatkozóan lesz egy módosító javaslat. Ehhez mi rendelhetünk most pénzt egyébként, vagy bármit? Köszönöm. Jó. Tehát amit már bizottsági ülésen is elmondtam, itt gyakorlatilag a futballklub kérelméről tárgyalunk. Ehhez kellene tartani magunkat. Azt megteheti az önkormányzat, hogy felkéri a futballklubot, hogy módosítsa, illetve az előző kérelmének megfelelően adja be a pályázatot. Ebben az esetben szerintem a képviselőtestület megint csak egy ilyen feltételes döntést hozhat a pénz tekintetében is, viszont szerintem forintra meg kellene határozni az önerőt, mert máshogy a költségvetési rendeleten nem fogják tudni átvezetni, illetve kezelni. És érzésem szerint itt csak egy feltételes döntést hozhat az önkormányzat erről is, hogy amennyiben a futballklub az önkormányzat kérésének megfelelően olyan elemekre is beadja ezt a pályázatot, amely az önerőt érinti, tehát így meg kellene határozni, hogy mely elemekre mennyi önerőt biztosít az önkormányzat forintban, és amennyiben ennek megfelelően adja be a pályázatát, az ehhez tartozó önerőről is egy feltételes döntést tud hozni az önkormányzat, hogy amennyiben így adja be, akkor ezt a pénzt mellé teszi, ha nem, akkor pedig gondolom az általános tartalékba utána visszahelyezi ezt az összeget. El kellene különíteni, gondolom, ezt az önerőt feltételes jelleggel. De nincs itt kérelem. Tehát ez csak így, ahogy mondod, hogy feltételesen lehetne erről beszélni. Köszönöm szépen. Az előző bizottságülésen, az előző testület előtt konkrétan döntött a tisztelt bizottság a sportcsarnok önerejéről. Az előbb elhangzott, hogy mennyibe kerülne a napelemnek az önereje. Arra egy keretösszeget meg tud állapítani a képviselőtestület. Én nem tudom, nem látok ebben olyan nagy problémát, de ide megint csak az van, hogy kap a képviselőtestület egy ultimátumot, amit idehoz Áfrus András a Furafol képviseletébe, előterjeszti érvel mellette, és az önkormányzati érdeknek félre van söpörve. Tehát ne haragudjatok, lehet ebbe keresni, most én mutatok oda kifogásokat, természetesen én elfogadom a döntéseket, csak ne tessék azt mondani, hogy nincs alternatíva. Itt volt az alternatíva. Egy önkormányzati érdek a magánérdekkel szembe. Nem tudom, meg lehet keresni persze azt, hogy miért nem oldható meg. Számomra ez úgy érzem, hogy megoldható lenne, ha akarná a képviselőtestület. Nem akarja, kész. De hát ebben nekem nem is kell részt vennem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Demény úr. Ügyrendben kérten szót, már többször hozzászóltak, mint három, mindkét fél. Köszönöm. Köszönöm. Akkor szavazzunk a Faludi úrnak a módosításáról, hogy a kérelmet... Faludi úr fenntartja a módosítását? Nincs. Jó. Visszavonta akkor Faludi úr a módosítását. Akkor a módosított határozatjavaslatot teszem fel szavazásra, tehát az első pont marad a hozzájárulás, a második pont marad azzal a kiegészítéssel, hogy ez nem érinti az alapszerződést a Furafol és az önkormányzat között. A harmadik pont szóraló a térítésmentes átadásról, a negyedik pont pedig arról, hogy az önkormányzat, a Furafol és a futball közötti az energiaberuházások hasznosítása kötendő három megállapodások később a képviselőtestület elé kerülnek döntéshozatalra. Jó, akkor ezt teszem fel szavazásra. Név szerintent kértünk, én bejelentettem az érintettségemet és nem kívánok szavazni. Akkor megkérem a jegyzőasszonyt, hogy vezesse le a szavazást. Hogy érted? A kérelemnek megfelelően a kettő pontról szavazunk, a termálkútról és a lelátóról, tehát ami az előterjesztésben is van első pontban felsorolva. A jegyzőasszony?
központi mikrofonba kellene mondani azt a nevet, ami ott megjelenik, jó? És akkor... Jó, akkor végigmegyünk a képviselőtestület név során. Ábrahám Fúrus András közölte, hogy nem kíván részt venni a szavazásban, tehát ő nem szavaz érintettség miatt. Combos Csaba. Igen. Deményi Ernő. Igen. Faludi Tamás nem vesz részt a szavazásban. Gyuris László. Hát mert nálam nem úgy van. Fülöp Zoltán. Igen. Gyuris László. Tartózkodom. Farkas Zoltán, Nyerges Benyámin nincs jelen. Pap Mihály. Igen. Rávai Mónika. Igen. Szikora Tibor. Ja, ő sincs jelen már az ülésen. Jó. Akkor polgármesternek kellene. Köszönöm. Akkor az előterjesztés kapcsán megtörtént a név szerinti szavazás. 5 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadásra került a módosított javaslat. Nem kell minősített többség, mert nem kell hozzá önerő. Nem kell hozzá pénzt szavazni. Jó. Zsuzsa? Nem. Jó. Oké, köszönöm szépen. Akkor köszönöm a mai megjelenést, a munkát, az ülést lezárom. Viszontlátásra!